Hamarosan elindulhat a közbeszerzési eljárás Kiszombor utóbbi néhány évtizedének legnagyobb beruházása kapcsán. A település vezetése a polgármesteri hivatal épületével régen szemben található egykori KTS épületet szeretné felújítani. Erre nettó 512 millió forintot nyertek el a TOP Plus programban. Ez eddig is egy szolgáltatóházként szerepelt volt, ott fodrász, zöldséges kínai bolt, de van igény arra, hogy bővítsük, több helyiséget kialakítsunk ott. Ez úgymond egy főtér része a településnek, ahol ez az épület elhelyezkedik, és úgy gondoltuk, hogy ezzel ezt az útszakaszt, ahol most 333 méter járdát is felújítottunk, oda még ez az épület is, hogyha ebből a nem kis összegből megújulna, akkor ez egy igazán szép látványossága lehet már falunak. Hozzátette, az üzleteken túl az emeleti helyiségeket is kihasználják, itt például rendszeresen tartanak táncos és sportfoglalkozásokat. A beruházásnak köszönhetően ezek a terek is megújulnak majd. Maga az épület az 1910-es években épült, rengeteg funkciót töltött be, mielőtt szolgáltatóházként kezdték használni. Szirpik Imre polgármester megosztotta stábunkkal, hogy milyen feladatokat tudnak elvégezni az építményen a megnyert tendernek köszönhetően. Energetikai korszerűsítése, megpróbáljuk a megújuló energiát minél jobban alkalmazni, teljes födém cseréje lesz, homlokzati megújulás, gyakorlatilag teljes felújítást kap az épület ebből a pénzből. Nagyon komoly tervezőgárda csinálta meg a tervet, idődíjas tervezők. Ha már a közbeszerzési eljárás első üteme is sikerrel zárul, és ki tudnak választani egy kivitelezőt, akkor a remények szerint idén májusban már el is kezdődhetne a munka. A hivatalos befejezési határidő 2024. szeptember 30-a.